Amikor Charles és Julianne Fay összeházasodott, már mindkettőjük mögött sikeres karrier állt. Julianne keresett modell volt, míg Charles több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezett kereskedelmi és műszaki vállalatok vezetésében. Isten megáldott. Bejártam a világot. Rengeteg különböző embert ismertem meg. Különféle vállalatoknál voltam. De nagyon eltérő látásuk volt a pénzről és az adakozásról. Sokkal inkább gyűjteni akartam, mint sem adni. A nyugdíjas évekre tettem félre, és nem szórtam a pénzt. Julianne azonban már régóta támogatta a 700-as klubot. Házasságkötésük után is hűségesen adakozott, és mindenre jó oka volt. Majdnem meghalt egy későn diagnosztizált betegség miatt. 33 éves koromban agyi ütőér tágulatom lett. Haldokoltam. Felhívtam a CBN-t, hogy imádkozzanak értem. A helytelen diagnózis után egy sebészhez kerültem, aki azt mondta, jobb esélyeim vannak arra, hogy megnyerem a lottót, mint hogy ezt túléljem. 3 héttel később viszont már egy magazin címlapján szerepeltem. Házasságuk első éveiben járt le Charles szerződése, mint fúziós ügyletekkel foglalkozó tanácsadó. Ekkor hatalmas változás kezdődött el az életükben. Charles úgy döntött, saját céget indít. A teljes bevétel a jutalékból származott, amit azonban csak az üzlet nyílbeütése után fizetnek. Sokszor viszont nagyon sok időbe telik eladni egy üzletet. Hirtelen szembesültem azzal, hogy nem jön egyenletesen a pénz többé. Ijesztő volt. Már mindketten a nyugdíjas kor küszöbén álltunk. Ha belebukunk, akkor a megtakarításaink komoly veszély mellettek volna. Mivel nem volt állandó jövedelmük, elkezdték csökkenteni a kiadásaikat. Itt van egy pár, aki a legjobb éttermekbe járt, beutazta a világot, most pedig szendvicseken él. Ez igazi ébredést hozott pénzügyi területen, egy hatalmas változást. Ebben az időszakban együtt tanulmányozták az igét. Egy nap Charles megkérdezte, mi az a tizedfizetés. Nem tudtam, hogy kell helyesen kiejteni a szót. Erre kinevetett. Elmagyaráztam, hogy a tizedfizetés azt jelenti, hogy 10%-ot félreteszünk. Ez a pénz istené. Ebben a pillanatban, amikor a stressz szintem már valahol itt volt, úgy láttam a tizedfizetést, mint egy abszolút teljesíthetetlen kérést. De mégis ez volt a legjobb időszak. Bár nem volt nagy bevételük, úgy döntöttek, havonta odaadják a tizedet a CBN-nek. Nem tartoztunk kifejezetten egyik gyülekezethez se, úgyhogy a CBN-nek kezdtük el odaadni a tizedünket. Szeretem, ahogy segítenek az embereken, például, hogy kutakat építenek. A pénzünk így jó helyre megy. Egy minőségi ugrást hoznak az emberek életébe. És itthon is segítenek, például a hadseregben szolgálók családtagjainak. 2014-ben egy 5000 dolláros csekket adtak a CBN-nek. Pár hónappal a felajánlás után Charles tanácsadói cége egy 50000 dolláros üzletet kötött. Isten 10-szeresen megáldott minket, pont ahogy megígérte. Julianne modell karrierje is elkezdett szárnyalni. A bevételem megkétszereződött. Sok reklámcélú riportban szerepeltem. Egyszerűen hihetetlen volt, ahogy jött be a pénz, és pont a megfelelő időben. Ma Charles egy befektetési bankvállalat felvásárlással és fúziós ügyletekkel foglalkozó tanácsadója, és Julianne megbízásaiból se lett kevesebb. Azt mondják, ilyen háttérrel hamarosan nyugdíjba mennek. Szerintük az adakozás a kulcs. Minden pénz, amivel rendelkezünk, igazából az úré. Ő csak átmenetileg a rendelkezésünkre bocsátja. Miért ne adnánk vissza neki azt a 10%-ot, amit kér? Ha adsz az Úrnak, legyen az bármi, a hited, a pénzed, az álmaid, az imáid, olyan mértékben kapsz vissza értük, hogy már befogadni sem tudod. Az ő életükben beteljesedett az ígéret. Az ígéret, amit Lukács evangéliumának 6. részében olvashatunk, adjatok nektek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Charles és Julianne életében pont a megpróbáltatások hozták el a fordulatot, és tették őket tizedfizetővé. Azt mondták, rendben van, megpróbáljuk Istent, megpróbáljuk az ő ígéretét, és az ő életükben be is teljesedett. Ez önökkel is megtörténhet.